A Szirmabesenyői Sportegyesület füves pályája szurkolókkal népesült be augusztus 20-án. Az új kenyér ünnepén megemlékeztek Szent Istvánról, amelyet egy sportos délután követett. A helyi klubház épülete előtt először Huszti Gábor polgármester szólt a megjelentekhez, aki a Szirmabesenyői Labdarúgó Klub sikereit méltatta, valamint bemutatta Mező László szerkesztésében a Hajrá Szise Szirmabesenyői futballkrónika 1947-től 2017-ig című ebből az alkalomból készített 250 oldalas könyvét. Ezt követően emléktáblát avattak a klubház bejáratánál, amelyet Bánki József és Huszti Gábor leplezett le, visszaemlékezve a régi idők. Ezután a polgármester oklevél átadás keretében tekintett vissza a helyi sportkör életében meghatározó szerepet játszó sportemberek munkájára. A délután fő látványosságát aztán a Ferencvárosi Tornaklub öregfiúk csapatának nagypályás labdarúgó mérkőzése jelentette a Szirmabesenyői együttes ellen, amely egy izgalmas rangadó keretében valósult meg a kilátogató szurkolók nagy örömére. A 2x30 percből álló találkozót a nagy Ferenc Rendek István és Veda Marcell hármas dirigálta, amely Kollár István kezdőrugásával indult. Az összecsapás a fehér mezesek veszélyes helyzeteivel kezdődött, amelyet a szirmabesenyőiek ellentámadásai akadályoztak meg, azonban a vezetést mégis a zöldfehérek szerezték meg. A mérkőzés 1-1-es igazságos döntetlennel zárult.